Bátaszéken idén az első alkalommal rendezték meg a Heimat tábort. A gyerekek korosztályonként ismerkedhettek a sváb kultúrával. Most június 1-től egy pici korosztálynak, ami azt jelenti, hogy 6-tól 10 éves korosztálynak. Végül is maga a hétköznapi próbálásnál próbáltam meg úgy megszólítani a szülőket, hogy ezt a kisebb korosztályt, ugye, akik mennek első osztályba, és akkor jött a tábornak az ötlete, hogy azért a nyár folyamán kicsit jobban összeszokjunk, ugye, mert azért azt tudjuk, hogy egy első osztályban beiratkozó és szeptemberben kezdő kisiskolásnak nem igazán tudjuk még, hogy milyen délutáni elfoglaltságai lesznek, és ezért gondoltam, hogy akkor így a picik létszámával is, meg korilag is megpróbáljunk egy kicsit megismerkedni egymással is, a dalainkkal is egy kicsit, meg a táncainkkal is egy kicsit. A táborban nem csak táncolni tanulhattak a gyerekek, hanem más játékos kézműves programok is várták az érdeklődőket. A picikkel nem csak Skordainé Varga Gabriella, hanem a fiatalabb segítők is foglalkoztak. Ennek a korosztálynak teljesen máshogy kell tanítani mindent. Szóval ők még azért az óvodában, ha táncoltak egy kicsit, mert ugye azért nálunk az óviba erre van mód is lehetőség, ott azért foglalkoztak velük, de így, hogy most táborozunk, most azért nálunk a tábor sem arról szól, hogy reggel 8 órától délután 5 óráig csak táncolunk, hanem azért megismerkedünk lépésekkel, összefűzzük őket játékokkal, ritmusgyakorlatokkal, kézműveskedtünk, nagyon-nagyon ügyesek voltak, gyöngyfűztünk, makraméztunk, eszméletlen ügyes a társaság. A táboron kívül csak az óvodában találkozhatnak a gyerekek a német tánccal, ami jelenleg nem része az iskolai oktatásnak. Nálunk sajnos az általános iskolában nincsen néptánc oktatás. Én nagyon dolgozok azon, hogy legyen, mert szerintem a legjobban ott lehetne megfogni, ugye, hogy például kiváltani a testnevelő órát, ami most azért már elég régóta működik kötelező szinten, és azért egy néptánc órával ki lehetne váltani, és következetesen fölépíteni, hogy első osztályba elkezdeni, és akkor évről évre úgy, mert azt nem lehet, hogy egy hetedikes, nyolcadikos vagy egy negyedikes gyereket bemész egy órára, és akkor csináld azt, hiszen nem tudja, hogy mit kell. Annak ellenére, hogy a tábor a sváb kultúrával foglalkozik, a résztvevőknek egyáltalán nem kötelező sváb családi háttérrel rendelkezniük, minden érdeklődőt szeretettel vártak. Hogy mennyire nagyon fontos az, hogy milyen identitással rendelkezünk, én úgy gondolom, hogy a mai világban fontos dolog, de nem lehet csak arra ráfogni, hogyha csak sváb identitással rendelkező gyerek jöjjön, mert más nem jöhet. Bárki jöhet, aki egyáltalán szeretne megismerkedni a sváb táncokkal, a dalokkal, velünk, a többiekkel. Nagyon szívesen várunk mindenkit.